Botyánszki Boton vagyok, jelenleg a Professzor IT Kft-nél dolgozom, ahol naplóelemzéssel, log managementtel és többek között a NXLog naplózó rendszerrel is foglalkozunk. Erről szeretnék most néhány szóba előadást tartani. Legelőször kezdjük is az alapoknál, miért fontos a naplózás. Gondolom ezzel azért sokan tisztában vannak, azért gyorsan fussuk át. Sok esetben, főként a magyar pénzintézeteknél a pénzügyi szervezetek állami főfelügyelete, illetve külföldi és nemzetközi szabványok és követelményrendszerek is előírják a naplózás meglétét. Beszélhetünk megfelelőségi okokról, akkor a szervezetben lehet olyan belső policy, ami előírja szintén a naplózás meglétét. A naplózás nagyon hasznos a biztonsági incidensek felderítésében, az üzembiztonság garantálása során, és az üzemeltetést jelentősen elősegíti. Ezen kívül alkalmazás fejlesztés során, illetve rendszerek hibakeresése során szintén megkönnyíti életünket a debugolásnál. Ezen kívül rendszer, auditálás, átvizsgálás, monitoring esetén is szintén nagy jelentősége van a naplózásnak. És hát, hogy ezeket a célokat teljesíteni tudjuk, képesnek kell lennünk arra, hogy kimutatásokat, riportokat, jelentéseket készítsünk. Ezekből a naplóállományból tudnunk kell elemezni és értékelni, és persze alapvető szempont, hogy megfelelő szűréssel ezek a naplók kereshetőek legyenek. Tehát itt nem is az a kérdés, hogy naplózni kell-e, hanem hogy mivel és hogyan naplózzunk. Itt valójában a feladat arról szól, mert manapság egyre inkább kezd elterjedni a központosított naplózás, hogy egy ilyen ehhez hasonló hálózati infrastruktúrát teljes egészében le tudjunk naplózni. Akár központosítottan, akár részlegesen központosítottan. És egy ilyen infrastruktúrában igen sok különféle található meg, ilyenek például az adatbázis szerverek, hálózati eszközök, mint tűzfalak, routerek, load balancerek, és természetesen megtalálhatók a végfelhasználói end user desktopok, esetleg laptopok, és most már egyre inkább a mobil eszközök is. És nehéz olyat elképzelni, egy olyan infrastruktúrát, ahol mindezeket az eszközöket egyetlen vendor szállítja. Tehát igen nagy valószínűség annak, hogy ezeken különféle operációs rendszerek fognak futni. Hát itt néhány logóval feltüntetem azt, hogy mik a gyakoribbak. Például lehetnek mindenféle virtualizációs megoldások. Ugye a Windows jelen van a szerver, illetve a desktop piacon is, hálózati eszközök között Cisco, Juniper, nyílt forráskódú rendszerek is természetesen helyet kapnak itt, Linux diszkribúciók, BSD rendszerek, és most már a Commodore új reinkarnáció is lassan képes lesz logolásra. Így hát több tucat platform van, amelyről naplót kell gyűjtenünk, illetve amelyen naplót kell gyűjtenünk. Ilyenek a különféle operációs rendszerek, appliance-ek, mobil eszközök. A naplózások számtalan protokoll áll rendelkezésre. Egyik legelterjedtebb, főként a Unix és Linux világban, és az open source világban is a SISLA protokoll. Ennek már két szabvány ismert. Az RFC 3164 által definiált úgynevezett BSD syslog, ami a mai napig tágabban elterjedt, és az ezt követő felül definiáló RFC 5424-ben definiált úgynevezett IETF syslog szabvány, ami már hivatott orvosolni az előző BSD syslog néhány gyengeségét. Ezen kívül még létezik számos más protokolli szabvány arra, hogy
hogyan tudunk napló üzeneteket továbbítani. Ilyen például az SNMP protokollban található TRAP üzenetek, de akár a Checkpoint Obsec protokoll is. Létezik számos olyan formátum, amelyben naplókat, naplóalanyokat tudunk tárolni. Microsoft platformon ugye az event log a közismert, ez egy cirkuláris logfile, bináris formátumú, és erre az operációs rendszer egy saját API-t, egy felületet biztosít arra, hogy ebbe napló üzeneteket tudjunk írni, illetve olvasni. Az olvasásra ilyen a read event log függvény. A formátumok között elterjedt a szöveges alapú fájlokba való naplózás. Ezeken belül is lehet nagyon sokféle struktúrát, struktúrálatlan, például XML, CSV delimitált, akkor sororientált formátumok, mint a WLF vagy a Apache által használt Common Logfile formátum. Emellett több más módszer is létezik arra, hogy naplókat továbbítsunk, illetve tároljunk. Szintén a Microsoft Windows platformon több alkalmazásnál elterjedt módszer az, hogy az SQL szerverbe logolnak, tehát adatbázisba megy a naplózás. A file alapú naplózás az sok esetben egyszerű és nagyszerű megoldás. Ezen kívül még a hálózaton keresztül naplózásnak főként a központosított naplózás esetén van egy szerepe. És konkrétan nézzük meg a kedvenc Linux disztribúciónk alatt a Warper log könyvtárat, hogy mit is látunk ez alatt. Hogyha a rendszerünknek lenne egy kis önkritikája, akkor az LS Warper log hatására azt írnák, hogy itt káosz van. Most miért is mondom ezt? Nézzük meg, hogy itt milyen fájlokat találunk. Mondjuk a egyik legismertebb a syslog daemon által írt Warper log per messages file, de több ilyen is van, amelyet ez a rendszernaplózó eszköz ír. Ebbe a rendszerüzeneteink kerülnek, syslog protokollon keresztül. Ez a formátum még itt a BSD syslognak megfelelő, azonban ezzel nem teljesen egyezik meg, mert a sorok, vagyis a üzenetek elejéről hiányzik a priority érték, ami a súlyosságot és a forrást tartalmazza. Ha jól megnézzük, akkor itt látszódik is az egyik nagy hiányosság ennek a protokollnak, hogy nem tartalmaz évszámot. Tovább nézünk a Warper log alatt, akkor vannak még ilyenek, hogy DMSG file, amelyet az operációs rendszerünk írt el a kernel logokkal. Itt az üzenetek elején egy ilyen relatív idő található, amely a boot első pillanatától jelöli az időpontot nanoszekundumos felbontásban. Ez megint más jelölési módszer, mint a korábban látható abszolút idődátum. Akkor itt van például a DPKG log, amelyet a csomagkezelői telepítés során. Ha ezt megnézzük, ez csak a dátumot, időt és magát a napló üzenetet tartalmazza. Tehát itt ez megint más formátum, mint a syslog esetében megismert, kicsit több mezőt tartalmazó formátum. És itt már ugye megtaláljuk az évszámot is. A Warper log per WTMP file a belépés-kilépésekkel kapcsolatos információkat tartalmazza. Azonban ez egy bináris formátumú file, ezt szöveges nézegetővel is próbáljuk megnyitni. Aztán találtunk még itt például Apache webserver logokat a Warlog Apache 2 alatt. Ez alapértelmezetten kétfajta állományt ír, az access logot, illetve az error logot. Ha jobban megnézzük ezeket, már rögtön szembetűnő a különbség. Az access log az a common log file log formátum szerint formázódik, míg az error log az kicsit egyszerűbb, ebbe csak a dátum idő, súlyosság és maga az üzenet olvasható. De hogyha itt ebben megnézzük már magát a dátum-idő formázást, akkor szembe tűnik az, hogy a
ezeknek a formátuma is teljesen más, ha bár egy azon rendszer, a maga az Apache írja ezeket a logokat. Tehát, hogyha a feladat az, hogy ezeket az állományokat fel kell dolgoznunk, mert valamilyen incidens történt, vagy valamilyen hibát szeretnénk beazonosítani, akkor automatizált eszközökkel nincsen olyan egyszerű dolgunk, mert ezt a számtalan formátumot kell értelmeztetnünk a feldolgozónkkal. Tehát itt, mint említettem, olyan gyakorlati problémák vannak, mint a dátum és időformátumok problémája. Erre van számos szabvány, tehát a RFC, azonban a konkrét implementációk mégis sok esetben eltérnek ezektől a szabványoktól. Egy ilyen tipikus hiba vagy eltérés, amikor a nap vagy a hónap két számjegyű formázása nem két számjegyet történik, hanem a nullát lehagyják, és helyette space vagy semmi nem található, és ez sok esetben meg tudja bolondítani a napló feldolgozónkat. Emellett egy másik komolyabb probléma az, hogy sok karakterkódolás terjedt el. Unix és Linux esetén a UTF-8-as kódolás már mostanában a szabvány és a bevett szokás. Azonban Windowson ez az UTF-16, ami az UTF-8-al ellentétben egy 2 bájtos kódolás, tehát a kettő nem kompatibilis egymással. Itt még megemlíteném az ISO 8859-2-es kódolást, amely a magyar ékezetes karakterek kódolásánál hát korábban volt elterjedt, most már inkább az UTF-8. De hogyha ezek a kódolások vegyesen találhatóak a napállományokban, akkor ez problémát jelent nekünk akkor, hogyha ékezetes karaktereket kell keresnünk. Így mindenképpen célszerű az, hogy ezeket normalizálva egy kódolásra hozzuk. Aztán a sorttörés problémája az egy viszonylag könnyen megoldható feladat. Ugye Unixon a line feed az LF, Windowson a CRLF a használatos. Ezen kívül ott van még a többsoros logok problémája, ugyanis file alapú logolás esetén, mint például a Java vagy Ruby és más nyelvekben is előforduló exception trace, stack trace-ek esetén, ezek az üzenetek több sort ölelnek át, és az üzenet szeparátor is ugye az új sor, ezért itt más trükkökhöz kell folyamodnunk ahhoz, hogy az üzeneteket egymástól el tudjuk választani. Sok esetben a reguláris mintarejtéssel tudjuk ezeket beazonosítani. Ez egy tipikus állatorvosi ló a napló elemzésben, amikor a belépési kísérleteket, illetve autentikációs eseményeket kell elemeznünk. Természetesen ezt heterogén módon, tehát több platformon, több alkalmazás logját megvizsgálva. Most két példát mutatok be, egyik a SSH logja, ami egy syslog formátumú autorizációs naplóüzenet, másik pedig a Windows Event Log, amely az előbbitől teljesen eltérő formátumú, tehát maga itt csak az üzenet rész látszik. Ezen már jól látható, hogy ez nem egy egysoros, hanem egy többsoros space, illetve tab szeparát, tehát jól olvasható formátum. De valójában a kettőben mégis az a közös, hogy mind a kettő egy belépési eseményről szól, és hogyha átfogóan, tehát általánosságban kell vizsgálnunk azt, hogy ki milyen rendszereket használ, illetve milyen rendszereket lép be, akkor ezeket azonosként kell tekintenünk. Na most erre a megoldás az, hogy valamilyen klasszifikációs módszerrel ezeket felismerjük, és beazonosítjuk úgy, mint belépési események, illetve a fontosabb adatot, mint például a felhasználó nevet és a forrást, tehát a gép vagy az IP címet, ezekből kivágjuk. Na most ezek a feladatok, amelyek adottak voltunk számunkra, hogy egy központi logolás megvalósítása esetén
erre megoldást kell nyújtanunk, és természetesen számba vettük a piacon megtalálható, főként nyílt forráskódú eszközöket is, mint az R-Syslog, Syslog-NG és az M-Syslog. Azonban akkoriban, ez ugye nem most szeptemberben történt, hanem még jó pár hónappal ezelőtt, ezek nem voltak olyan állapotban, hogy kielégítették volna a követelményeinket. A legnagyobb probléma az volt, hogy ezek elsősorban Syslogra, Syslog protokoll kezelésére voltak hivatottak, és főképpen a Unix és Linux platformokon. Windowsról csak más módszerrel lehetett volna napló üzeneteket elhozni. Továbbá az M-Syslogon kívül nem volt adott a moduláris architektúra, és a többszálúság hiánya is jelentős probléma volt, ugye, hogyha az ügyfél megvette egy igen drága szervert, amelyben több processzor, több maggal dolgozott, és megnézte, hogy teljes kiterhelésnél hogyan oszlik el a CPU terheltség, és azt látta, hogy az egyszálú napló feldolgozás csak az egyik CPU-t használja ki, a többi pedig lógatja a lábát, akkor joggal tette fel azt a kérdést, hogy most akkor miért is kellett egy ilyen szervert oda tenni. Így hát végül mi oda jutottunk, hogy írjunk egy saját implementációt, és így született meg az NXLog naplózó rendszer. Persze azóta változott a helyzet, a Syslog-NG és az R-Syslog, ami sokak által ismert és máig használt eszköz, azóta már jócskán fejlődött, már támogatja a moduláris többszálú működést, a Syslog mellett már több formátumot is képesek kezelni, azonban még további hátrányaik, koruktól fogva az, hogy egyrészt az eredeti koncepcióba, ami a Syslog protokoll és Syslog formátum feldolgozása, ebben nehéz beültetni egy tágabb feldolgozási módot az egyéb napló formátumok támogatását, mint akár a Windows Event Log. Továbbá ezeknek nincs natív Windowsos támogatása sem, ez is egy problémás pont. Így az NXLog rendszer ezeket a problémákat hivatott orvosolni, amely sokáig csak a kiváltságosok számára volt elérhető, de ezt a múlt hónapban nyílt forráskódúvá tettük, és a SourceForge oldaláról a forráskód is letölthető, illetve emellett bináris csomagokat is elérhetővé tettünk, Debian, Ubuntu, tehát a nagyobb disztribúciókat, 32, illetve 64 bites architektúrákhoz, illetve elérhető Windowsra is egy MSI formátumú telepítő. Jelenleg az NXLog a Windows, Linux, HP Unix és OpenBSD platformokon fut és fordul. Ezt köszönhetjük annak, hogy az Apache Portable Runtime rutin könyvtárat használja alapul, mint ezt az Apache webserver is teszi. És tervezzük a NXLog portját Sun, Oracle, Solaris-ra, FreeBSD-re és Apple macOS X-re is. Ugye a modularitás, erről majd hamarosan néhány szót ejtek bővebben, ez fontos cél volt számunkra is, mert így a különféle funkciók modulokba, vagy másképpen pluginokba szeparálhatóak, és ezek csak akkor töltődnek be, amikor ezekre szükség van, vagyis amikor a config file meghivatkozza ezeket. Így ezzel kisebb erőforrásigény is adódik. A memória fogyasztása természetesen a konfliktól függ, de átlagosan ez néhány megabájtra tehető. Hardware-től függően százezres nagyságrendben képes napló eseményeket feldolgozni, több ezer hálózati kapcsolat párhuzamos kezelése mellett. Az implementáció nyelve a C, így ebből mint elvárható kicsi és gyors. Többek között szempont volt számokra az, hogy biztonságos legyen a működése. Tehát nagyon sok esetben nem szükséges egy naplózónak az, hogy adminisztrátori, illetve root jogosultságokkal fusson.
főként, hogyha sok szintán fájlokat kell felolvasnunk. Azonban sok esetben szükséges a magasabb privilégiumok elérhetősége. Linuxon ezt a capability-k használatával oldja meg az NYSLOG. Ezen kívül a biztonságos napló továbbítás is fő szempont volt. Képes TLS transportra, így a hálózaton keresztül titkosítottan lehet napló elemeket továbbítani. Mint említettem, a napló üzenetek feldolgozása párhuzamosított, így a modul példányok, tehát a bemenetnél és a kimenetnél működő írás és olvasás is egyszerre párhuzamosítottan képes futni. Emellett van egy saját belső ütemezője is, így ezzel törekedtünk arra, hogy a BSD Syslogban használatos UDP protokoll esetén fellépő csomagvesztést minimalizálhassuk. Ezen kívül egy fontos szempont volt az, hogy a konfigurálhatósága egyszerű és érthető legyen. Ezért választottuk az Apache stílusú config fájlokat, amely egy viszonylag elterjedt formátum sok más Linuxos, illetve Unixos server szoftver használja. Például az rsyslog esetében fontos volt a régi syslog daemonnal való kompatibilitás, azonban mivel annyira sok funkciót tettek bele a szoftverbe, mint ahogy ezt az NYSLOG is igyekszik támogatni, hogy ezáltal a config formátum, config file igen túlbonyolított lett, és ezt az rsyslog fejlesztő is belátták, és néhány hete egy újabb formátum fejlesztésébe kezdtek. Ezen kívül van még egy Perlhez hasonló beépített nyelve, ezzel a bonyolultabb napló feldolgozási feladatokat tudjuk paraméterezni, konfigurálni. Erről is majd lesz néhány példa. Négy fajta modul típust képes használni az NYSLOG. Ebből három, az input, a processzor és az output modul, az, ami közvetlenül érintkezik a napló üzenetekkel. Az extension modul az csak további NYSLOG funkciók bővítésére való. Most nézzük is sorba ezeket, hogy milyen funkciók a képes ezáltal az NYSLOG naplózón. A bemeneti oldalon az ismertebb hálózati protokollok kezelésére képes TCP, Unix Domain Socket, UDP, SSL modulok vannak, akkor az IMDB az egy a DB nevű adatbázis abstrakciós routing könyvtár segítségével adatbázisba teszi elérhetővé, hogy naplózhassunk. Tehát így a MySQL, PostgreSQL és egyéb ismertebb adatbázis szerveket tudjuk használni naplózásra. Az IMExec modul az egy külső binárist vagy programot futtat, és ennek a kimenetét olvassa, pipe-olja befelé. Az ilyen file modul a neve is mutatja, file-ból olvas. Linuxon a kernel üzenetek olvasására való az IM kernel modul. A syslog daemon esetében megszokott volt az, hogy adott időközönként egy mark üzenetet generált, és ezzel követhető volt az, hogy még működik. Ezt nálunk az IM mark modul segítségével lehet opcionálisan beállítani. Akkor létezik egy ilyen MS Event Log modul, ami jelenleg a Windows platformon elérhető, és az Event Log logfájlt hivatott olvasni. Az IM Null modul pedig egy ilyen tesztelési célú modul, ami nem csinál semmit. A feldolgozó modulok között kiemelném a PM Buffer modult, ez egy diszk és memória alapú buffer, arra az esetre, hogyha a küldő oldalon valamiatt beakad a küldés, vagy esetleg a fogadás gyorsabb, mint a küldés. Ennek a szituációnak a szimulálására használhatjuk a PM Blocker modult is. A PM Filter modul egy egyszerű mintaegyeztésen alapuló szűrő modul. Syslog daemon esetében ismert volt az a funkció, hogy a flood jellegű üzeneteket deduplikálja, tehát egy összevont üzenetet ír ki, hogy hányszor ismétlődött ugyanaz az esemény. Erre a PM NoRepeat modul való.
PM null modul az egy egyszerű magán logokat átteresztő modul, azonban ezt paraméterezhetjük a NSLog nyelvével, tehát nem teljesen haszontalan. A PM pattern modul az egy XML alapú minta adatbázist képes használni, hatékony mintaillesztésre, hasonlóan, mint a SysLogNG-ben megtalálható PatternDB. És van még egy ilyen egyszerű PM Transformer modul, ami CSV, illetve SysLog formátumok közötti konverziót tesz lehetővé. Kimeneti oldalon bemenetnek megfelelően is megtaláljuk a TCP, Unix Domain Socket, UDP, SSL, DB modulokat, DB modullal adatbázisokat tudunk naplókat írni. Az OMExec modullal egy programba tudjuk pipe-olni a kimenetet, OM File modulba file alapú naplózást tudunk megvalósítani. Az OM0 és az OM Blocker pedig tesztelési célokra készült. És továbbá az NXLog extension modulja segítségével lehetőségünk van CSV formátum parszolására, illetve ezek formázására, úgyhogy itt paraméterezhető a separátor, vagyis a delimiter, illetve az escape is használt karakter. Van egy karakterkonverziós modulunk, amely segítségével a napló üzenetek karakterkódulását tudjuk konvertálni, illetve normalizálni. Ez képes arra, hogy a bejövő üzeneteket detektálja, és automatikus módon konvertálja az általunk megadott karakterkódulásra. Az XM SysLog modul a SysLog protokoll támogatja, az exec modul pedig a NXLog nyelvi eszközeivel, függvényekkel és eljárásokkal tudunk meghívni külső skripteket vagy binárisokat. És nézzük is meg, hogy ez hogyan fel a modulás architektúra az NXLogban. Tehát gyakorlatilag a feldolgozást útvonalakkal, úgynevezett rútokkal tudjuk definiálni. Először a modul input példányokat vesszük fel, amelyek azután tovább küldik a napló üzeneteket a feldolgozó modulok felé. Ezek persze opcionálisak, amelyek azután továbbítják a kimenet felé a naplókat. Tehát ezek az útvonalak adják meg a napló üzenetek feldolgozási folyamatát. Itt ezen az ábrán egy egyszerű SysLog üzenet feldolgozást próbáltam szemléltetni, ahol is ugye a megszokott SysLog vévonunkhoz hasonlóan szintén a dev.log nevű Unix Domain Socketet olvassa az IMUDS modul segítségével, és ezt elárasztatva két szűrőn keresztül tovább küldi a mail logba, illetve az error logba. Most ezt az elágazást úgy tudjuk lekezelni, hogy két rútot veszünk föl. Így ugyanaz a modul példány kétszer szerepel, egyszer a root 1-ben, illetve a root 2-ben, és így egyszerűen le tudjuk ezt írni config file-al is. Most ezt a root 2-t próbálom bemutatni, hogy hogyan is néz ki a config-en keresztül. Tehát, mint említettem, ez az Apache stílusú config szintaxist követi. Tehát itt a modul példányok úgynevezett blokkokban definiálhatók, ahol a modul kulcsszóval adjuk meg azt, hogy milyen plugin, tehát milyen bináris töltsön be a modul példányosításához. További jobban pedig a modulnak a paraméterét állíthatjuk be. Ez a config egy egyszerű szűrést mutat be. Tehát itt a devlogot olvassuk, amely azután, mint itt az útvonalban látszik, tovább küldi a filter felé, majd a filter a kimenetre küldi a logot. Itt a filter az gyakorlatilag csak annyit csinál, hogy az itt megadott feltételt, vagyis a nyers eseményben szereplő failed, illetve error kulcsszót keresi mintaillesztéssel, és ha ez a feltétel teljesül, akkor tovább küldi a kimenet felé. Ez a kimenet pedig egy file, amit a var per log per error beír az OM file modulunk. Na most ezt a funkciót egy egyszerűbb módon is
implementáltjuk, méghozzá az NXStore-nak a nyelvi eszközével, úgyhogy csak két modult használunk, az inputot és az outputot. Itt az output modulnál látható ez az exec direktíva, amelyben a perhez hasonló nyelvvel tudunk komolyabb döntéseket, illetve feldolgozási műveleteket végrehajtani. Itt az előzőnek megfelelő kifejezés látható, tehát itt azt vizsgáljuk meg, hogyha a nyers eseményben megtalálható-e a failed, illetve az error string, akkor ezt az üzenetet nem dobja el. Tehát így gyakorlatilag ez ugyanaz a funkció, mint az előző példában bemutatott. Azonban a komolyabb napló feldolgozáshoz szükség van arra, hogy belenézzünk a napokba is, bizonyos adatokat vizsgáljunk meg, mint IP címek, felhasználó nevek, hostnevek, stb. Itt a SysTalk protokoll már néhány mezőt eleve definiál, ilyen a maga a napló keletkezésének időpontja, ezen kívül a súlyosság és a forrás, a hostnév, az alkalmazás neve, illetve a PID file, illetve a PID. És természetesen az üzenet is megtalálható benne. Na most ezt a syslog eseményt nekünk fel kell dolgozni, ahhoz, hogy ezek a mezők elérhetőek legyenek, és ezt a parse syslog BSD vagy a PM Transformer modulon áttolva nekünk az NXlog ezt egy ilyen struktúrált formátumban elérhetővé teszi. Tehát a belső üzenetformátumon nem egy egyszerű, egysoros logot jelent, hanem az ehhez hasonló, mondhatnám, kulcs és értékpárok listáját tartalmazza a struktúra. Tehát így nekünk a syslog üzenetből ez a napló esemény üzenet a message mezőben tárolni kell belsőleg, amelyet azután már mintaillesztés segítségével tovább is feldolgozhatunk, és azért is célszerű ezt feldolgozni, nem pedig az eredeti nyers üzenetet, mert ekkor már nem kell megígnunk a syslog fejlécre a feldolgozáshoz szükséges mintát, csak az üzenetre kell ezt megtennünk. És így olyan mezőket nyerhetünk ki belőle, mint ez esetben például autentikáció módja, felhasználó neve, IP cím, portszám. Ezt megtehetjük a PM pattern modullal, vagy pedig az exec direktívában használt reguláris kifejezéssel. És végezetül egy példát szeretném bemutatni, amely az Apache XFlog feldolgozását valósítja meg a HTTP válaszkódja alapján. Ugye ez a HTTP válaszkód, ez több hibakód tartományba esik, ezen belül a 400-as hibakód tartomány a kliens hibákat jelöl, az 500-as pedig a szerver hibákat. Gondolom sokak által ismert a 404-es page not found hiba, ami általában a hibás linkek miatt fordul elő, illetve az 500-as szerver hiba. És mivel ez a két hibakód tartomány, illetve a két hibatípus más emberekre tartozik, tehát a hibás linkeket a tartalomért felelős fejlesztők hivatottak kijavítani, a szerver hibákat pedig az üzemeltetés, ezért célszerű lehet az, hogy ezt az access logot kétfelé válogatjuk. Ennek a formátuma a common log format, amely több fontos mezőt tartalmaz, mint a HTTP kérésnek az IP címét, akkor a felhasználó nevét, amit nem látható, az eseménynek és a kérésnek a dátum és időpontját, magát a HTTP kérést, ezután pedig a HTTP státuszkódot, ami esetünkben lényeges most. Továbbá megtalálható maga a payload mérete, a referel, illetve a kliens verziója. Most ezt az access logot egy
client error, illetve server error logfájlba fogjuk szétválasztani, és ezt a első ránézésre kicsi ijesztőnek tűnő config fájlt tudjuk megtenni. Itt egyetlen input modulunk van, ez a varlog Apache 2 access logot olvassa föl az ilyen file modul segítségével, mivel ez egy sor orientált naplóállomány, ezért itt minden egyes sor egy külön üzenetnek tekinthető, és így minden egyes üzenetre ráfut ez az exec direktívában megadott kifejezés. Itt azt vizsgáljuk, hogy ez a reguláris kifejezés illeszkedik-e az access loga. Természetesen a cél az, hogy illeszkedjen mindig. És itt a zárójel megadott substringeket a perben is megszokott módon dollár számmal tudjuk meghivatkozni. És itt gyakorlatilag ezekbe a nevesített mezőkbe töltjük be az innen kivágott értékeket, mint a kérés idejét, az URL-t, és esetünkben fontos HTTP státuszkódot. Itt ezek a mezők tipizáltak, és ezzel az integer függvénnyel itt egy számra konvertáljuk a stringet. Valójában ebben az esetben csak ez az egy mező a lényeges számunkra, ugyanis ezek a mezők a napló eseménnyel továbbítódnak a többi kimenet felé. Itt, mint említettem, csak két kimenetünk lesz, a client error, illetve a server error logfile. Ezt két olyan file modul példány valósítja meg. Méghozzá úgy, hogy az input oldalon felparcolt HTTP státuszkódot megvizsgálja, és hogyha ez a HTTP response státusz beleesik a 400-as és 500-as intervallumba, akkor nem dobja el, vagyis beírja a logfájba. Szintén a másik kimenetnél, a szerver oldali hibák esetében ugyanez a paraméterezés csak az 500 alatti hibakódot tartalmazó üzenetek eldobására vonatkozik, és így ezzel a módszerrel képesek vagyunk arra, hogy szétválogassuk az access logot. Ennyit szerettem volna mondani és bemutatni az Anis log használatáról, illetve funkcióiról. Ha bárkinek van kérdés, akkor a workshopban szívesen várom. Ez 10-kor kezdődik a workshop teremben, illetve megtalálható leszek még kinn a kancellár.hu standjánál, és e-mailben is elértek a botikukat aniszlog.org címen. Köszönöm szépen a figyelmet!